hiszen a Ecuador cím számára jön a piros sarokba. Hundovics István, Győri Hundovics István, aki tegnap ugye Győri Gladiátorok színeiben Mátyás Krisztián győzte le, Hundovics egyébként újoncnak számít. Tar Sándor, Tatabányai SC. Felnőtt elit OB-ken, hiszen az első ilyen bajnoksága, míg ellenfele a kék sarokban a képen látható Tar Sándor. Tegnap ő Kiliti Tamás verte, hát Tar Sándor már korán sem újonc olyannyira nem, hogy tavaly ezüstérmet szerzett 56 kg-ban, és 2014-ben, tehát 3 évvel ezelőtt az ifjúsági Európa-bajnokságon bronzérmet szerzett, egy nagyobb kihagyás után érkezett, de tegnap meggyőző teljesítmény nyújtott Kiliti ellen. Láthatjuk, hogy a piros sarokban Hundovics, a kék sarokban Tar, ez a mai a este utolsó 56 kg-os bunyója, hiszen súlycsoportokról megyünk majd 60 kg-ban. Tehát esélyesünk előre, mert jobbnál jobb néhány pillanaton belül megkezdődik a nagyjából hasonló fizikai adottság férfiak küzdelme. Az első meret. Tar kezd egy bal testfelütéssel. Újabb bal testfelütés. Ugye, azt mondhatjuk, hogy már a versenydruk már nem lehet a fiúkban, abból a szempontból, hogy tegnap mind a ketten voltak már a szorítóban, és két győztes meccsel a hátuk mögött, illetve egy-eggyel vannak itt a mai késő délutánon, kora estén. Gyönyörű volt, bal kéz, majd ment a jobb. Fantasztikus kombináció volt Tar Sándortól. Hát egyértelműen megfogta Bundovicsot, aki a földre került. Be is költött Bundovics sarkába, be is dobták a törölközőt. Ez egészen ijesztő volt ez a sebességkülönbség, hogy így némi altatás követően alig fél perc beindult a bal, majd ment egy bődült és elejé jobb. Az igen, hát hiába. Nem hiába mondtam, hogy a Tatabánya öklözője Tar Sándor. Tavaly ezüstérmet szerzett 56 kg-ban is, hát ember az ember nem ok nélkül, ez 2014-ben ifjúság Európa bajnoki bronzérmes. Bundovics Istvánnak jobbulást kívánunk. Az első menetben dűlőre mentek a dolgok. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, az első menetben döntő fölénnyel győz, így holnap ott van az elődöntőben. A kék salomba Tar Sándor Tatabánya SC. Tar Sándor döntő fölénnyel megy tehát az elődöntőbe. Ez volt a mai nap utolsó 56 kg.